Ez itt egy köszönési mód, egy cső. Viszont értőközegben a csőből bármi lehet, például bukókeret egy autóba. Most eljöttem egy gyerekkori haveromhoz, aki megmutatja, hogy hogy szokta ezt csinálni a vágástól a hegesztésig. Na szóval ez itt egy átadás vágó szerkentyű. Ez ilyen kezdő kategória. De ez az az átadásvágó, amit te csináltál, vagy ez valami kész termék? Nem, amit én csináltam, az nem lett jó, szóval ezért vettem egyet. Mert az a baj az enyémben, amit csináltam, hogy nagyon-nagyon-nagyon ki kéne hézagolni, és ahogy nyomom magát a tengelyt, elferdül maga a cső, mert a tokmányom az, hát az nem olyan stabil, mint kéne lennie, és inkább vettem egyet gyorsan, hogy tudjak csinálni csöveket. Az a fő probléma, amit van, hogy ennek a két csőnek valamilyen formában ugye találkoznia kell. Találkoznia kell, így van. De az áthatás az ugye ez. Így van. Lehet csiszolni is, meg lehet vágni is. Van áthatás csiszoló is, meg van áthatás vágó is. Nem az van, hogy először levágod, aztán lecsiszolod? Hát úgy is lehet áthatást csiszolni, hogy ugye van egy külön gép, ugye van benne egy csiszoló lap, maga a csiszoló lap, fogod be a satúba a csövet, és akkor a csiszoló lappal csiszolod ki. Na de ez ugye áthatás vágó, mert itt pedig pogácsafúróval vágjuk ki a csövet. Megvan a terv, hogy ennek a két csőnek pontosan milyen szögbe kell találkozni. Tehát legyen ez mondjuk egy főkapu, ami így az ember háta mögött így végigfut, ez meg legyen egy támasztás. Ugye azt hiszem az FIA meg is szabja azt, hogy ennek hány fokban kell hátradőlnie, 5 fokban, és hogy ennek hogyan kell találkozni, hogy támasztást adjon. Akkor mi lenne, hogyha szimulálnál nekünk egyet? Szimuláljak egyet? Rakjuk össze ezt a kettőt. Rakjuk. Milyen fogba szeretnéd? Bármilyenbe? Mondjuk. Szeretnéd, hogy nehéz legyen a hegesztés, vagy nem szeretnéd? Szeretném, ha nehéz lenne a hegesztés. Szeretnék rajtam röhögni a nézők. Homolók fogba? Akkor nyomunk egy 60 fokot, nem. Csinálunk egy 45 fokot egyébként. Az még egy kellemes fürdővíz. Az teljesen jó. Szóval ez úgy működik, hogy itt a... Van egy skála. Itt van egy skála. Ugye ezt a részét kell állítani magához a fokhoz. Itt a 45 fok. Le kell szépen húzingatni. És akkor igazából, ha lehúztuk... Mióta csinálod te ezt? A csövet, vagy pedig az ilyen... Úgy általában ezt a fabrikátor, ugye ezt mondják Amerikában, az angol szentország. Ja, fabrikátor. Hát figyelj, az a helyzet, hogy 7 éve kezdtem el dolgozni egy lakatos cégnél. Ilyen tartálykocsikat csináltunk, hegesztés, lakatolás, minden, és akkor az elejétől a végig a tartályt mi építettük föl, és azóta... Csinálom, úgy mentem oda, hogy nem tudok semmit amúgy, tehát ott tanultam ki mindent, így van, és hát ott tanultam meg ezeket a dolgokat, ott tudtam meg hegeszteni, flexelni, csiszolni, alakítani a lemezt, mindent, úgyhogy... És a motorsport pedig hobbi? Tehát... Az hobbi. Hát okay. Az azóta tart, mióta megvettem az MX-et, szóval 6 éve. Meglepő módon egy MX-et is szakemberre van dolgunk. 6 éve. Okay. És akkor ennyi igazából. És akkor ez egy autodidakta folyamat volt? Ja, hát nagyon van egy nagyon kedves cimborám attól a cégtől, ahol voltam. Ő nagyon sokat tanított, ő minősített hegesztő, van neki papírja, minden, iskolája, és akkor tőle tanultam igazából minden olyan dolgot, ami ennek a csínya bínya, hogy fújjuk a pisztolyt, hogy nem fújjuk a pisztolyt. Hát ez fúrógéppen működik, itt a tengely van meghajtva, itt van benne egy hosszú csapágy, és a végén egy pogácsafúró. Na most nem mindegy, hogy milyen pogácsafúrót használsz, mert vannak ilyen nagyon-nagyon bánat, mondjuk a Lidl is, az semmi, tehát hogy vágok egy kicsit, és már törik az összes foga. Szívesen vágjuk a Lidl szponzornak. Igen, köszönjük. Szóval meg kell venni a Milwaukee-t, és akkor nem lesz gond. Igen, de a gép az nem Milwaukee, hé? Azt tudja. Ezt tudja. Jó, néha megáll, de azzal nem kell foglalkozni, utána elkindítani újra. Igen, nálunk kiegyensúlyozott tájékoztatás van. Szígyük is. Meg. Csendálunk ilyen izét, valami spriccolóval itt megfogjuk, hogy azért legyen némi kenése anyagnak, meg mindennek, és akkor szépen meg van húzva a tokmány. Azért ez nem radiátorcső. Ez nem, ez rendes homolog bukócső anyag. Úgy rendelem a vaskereskedésből, már ismerik a számomat, minden, tudják, mit szeretnék. 40x2-es cső, ugye az úgy van a MNAS-nek a bukócső szabályzatában, hogy ugye főkaput, elvileg, ha jól tudom, akkor úgy van, hogy 45x2,5 a minimum
vastagsága. Ez a cső átmérő és a fal vastagsága. Így van. Uh-huh. Vagy 50x2, azt hiszem. Uh-huh. Ha nem, akkor javítsatok ki. Ez 40x2, mert az ugye a főkapunak kell 45x2,5 vagy 50x2-nek lenni, a többinek, tehát ilyen különböző merevítés, minden az 40x2. Uh-huh. Hidegen húzott, várat nélküli, fontos. Mert a varratos cső... Az már gyenge, hiszen gyenge, van benne egy varrat. Így van, és az is fontos, hogy hidegen alakított legyen. Nem melegen, mert sokkal puhább lesz, meg minden. Rugalmasabb a melegen hengerelt. Uh-huh. És hogyha esetleg azt ott szépen le kell csiszolni, és akkor jó is lesz. Uh-huh. És hogyha esetleg varratos csövet szeretné hajtani, az úgy elrepet, mint a szar. Most, amit itt megcsináltunk, ott ugye a lényeg az, hogy tökéletes felfekvő felületünk van a másik csővel való találkozásra. Ezen még itt ilyenkor mennyi munka van, hogy ez behegesztésre alkalmas legyen? Hát figyelj, én azt szoktam csinálni, hogy ugye itt most látni, hogy van egy kis sorja, meg nem kerekített le rendesen, itt ebbe is van egy kis differenciál. Lekerekítem szépen, meg lecsiszolom róla a bevonatot, mert a jobban beolvad az anyagba, és hát jobban ívet kap, hogyha nincs rajta semmiféle bevonat, és egy pici gyököt szoktam neki adni. Azaz? Hát azaz 45 fokba itt becsiszolgatom a széleit, de csak egy picit, uh-huh. hogy a beolvadás jobb legyen neki. Amit te csinálsz, az hobbicső, ugye így szoktak rá hivatkozni, ha jól sejtem. Hát hobbicső, mondjuk így, hogy hobbicső. Mert ugye vannak sok olyan hobbiszakág, ami nem követeli meg a teljes homológióba hagyott csövet, hanem... Ez egy amatőr cső, igazából nem összekeverendő a ketreccel, uh-huh. mert ugye ez nem egy ketrec, ez a B-oszloptól, hát ugye így néz ki egy kész cső. Ez a főkapu, amit az imént ez a főkapu, letettünk. Így van. Ugye ez az ülésed mögé van letalpalva, ahova az övmotor van csavarozva, ez oda az a lemez, ez oda le van fogatva, az övmotor csavarjával, tehát ugyanúgy övmotor, és akkor a csavarját becsavarod szépen, valamint meg kell fúrni a kasznit itt, meg ott két helyen, hátulról kap egy alátétlemezt, hogy ne csak a csavar legyen ott, hanem igazából legyen egy támasztása neki, hogy ne az legyen, hogy a csavar mondjuk 8-as csavarokat használok, hogy így áthúzza a kasznin ugye az anyát, és akkor kiszakad. Így van. Okay. Ugye ez elmegy ide hátra, nyúlvány mellé, és akkor innen is kap három csavart, és alátétlem ezt ugyanúgy. Hány darab ilyenem vagy túl? 7. Elkezdted mondani, és arra számítottam, hogy 700. Ó, de jó volna 700, rendeljetek! 7 darabot csináltam eddig. Most van rá 10. Nyilván előtte amúgy jó sok minden mást is. Ja, persze. Úgy kezeled azt a flexet, mint amikor reggel keni az ember a vajas kenyeret. Hát nem kell tőle félni. Há? Nem harap. Ez itt, ez a gyök, amit emlegettél, hát hogy egy pici nem tökéletesen gyököt, vízszintes. Igen, hát egy kis 45 fokot szoktam rá dobni. Jobban beolvad az anyag, igazából ennyi kb. Nem nagyon tíz? Vastag anyagoknál kell, 10-es anyagnál kell úgy gyökhézagot rakni, hogy igazából a 10-es anyagot 45 fokba úgy csiszolod be, hogy a felét 45 fokolod lefele. És uh-huh. akkor úgy rakod össze a kettőt, mert ott a 10-es anyag az nálam ugye egy 0,8-as húzal van, ott nem fogja átolvasztani. Uh-huh. Majd a hidegkötés mondd el kérlek, mert az egy tök érdekes dolog. Szóval, hogy azért ez geometriailag egy viszonylag összetett eszköz, és hogy az autóba, ami meg úgy eléggé adott, nagyon uh-huh. jól kell passzolnia. Mennyi méricskélés és mennyi igazítás van, mire kiadja? Tehát először leszabod a csöveket és összepróbálgatod, vagy már közben hegeszted is? Most már úgy van, hogy már úgy tudom csinálni, hogy levágom előre uh-huh. a csöveket, becsiszolom, meg minden, és akkor össze tudom rakni a kocsiba, hogy jól legyen. Igazából amit nem tudok megcsinálni kint, mert mi sose írom fel a fokot, az itt a hátsó letalpalásnál, ahogy illeszkedik a lemezre, és igazából ennyi. Van egy sablonautód, egy kibelezett haszni, ami kizárólag... Hát kizárólag sablonnak van, és abba rakom össze. Igazából nem volt soha törve semmi, úgyhogy ezt úgy hozattam, még egy srác adta, uh-huh. és akkor abban rakok össze igazából mindent, ami... És hogyha abban jó, akkor minden másban is. Hát akkor minden másban is, persze. Hát mivel nem volt törve, nincs meg görbül a kaszni, azért persze.
Foglald össze, kérlek, mert én teljesen el vagyok veszve. Van a bevont elektróda, amivel a kerítésvasat szoktuk. Hát ja. Ez pedig a... Ez a köznyelven CO. Á, oké, így tudom. Köszönöm. Tudod, ez a mindenki által ismert CO. Nézzük meg akkor, kérlek, hogy... De elmondom azt is, hogy most nekünk CO gáz is van rajta, de például ahol dolgoztam, ott korgont használtunk, mert hogyha korgont használsz, ugye vashoz úgy van, hogy 18-as korgont kell használni, szóval 18% CO és 82% argon. Mi a szerepe a védőgáz hegesztésnél? Hát, hogy megvédjük a váratot. Mert hogy ugye, hogy nincs védőgázunk, akkor behabzik, meg zárványos lesz, meg ilyenek. Tehát ergo nem fog tartani semmit a hegesztés, mert ilyen hogy buborékok lesznek a garratban. Benne. A buborékok lesznek benne, így van. Uh-huh. Ez a pisztoly. Uh-huh. Maga. Ez itt, hogy hívják? Nyomógomb. Nem. Elsütő billentyűző, a ravasz. A ravasz, hogy csúkolban ólálkodik. Nyomógomb. Ugye nyilván, hogyha nyomod, akkor jön a gáz és jön a húzzal. Ez 0,8-as húzal, van ugye 0,6-os, 0,8-as, 1-es, meg 1,2-es. Uh-huh. Ez anyagonként változik, vagy anyag vastagságonként változik, amit használsz? Ja, ja, igen. Figyelj, az a helyzet, hogy aki nagyon vastag anyaggal dolgozik, annál vastagabb húzzal kell. Uh-huh. Tehát, hogy a karosszéria lakatosok, azok általában ilyen 0,6-0,8-as drottal dolgoznak. A lemeznél. De ugye a lemez is általában ott vannak javító elemeim, azok is 0,5-ös, 0,8-as, ilyen lemezből vannak, szóval de nem is kell sok káram, meg nem is kell sok drót, meg semmi, mert úgy összeolvad, hogy igazából hozzáérindod a pisztolyt, azt már össze van olvadva az anyag, szóval. Uh-huh. Ja, de ez egy 0,8-as, 160 amper tud maximum a gép, elvileg. Na most nagyon fontos, hogy ennél az eljárásnál ugye van a pálcás hegesztés, tudod, a kerítés szangató, annál ugye úgy van, hogy fogod így a kábelt a kezedbe, benne a pálcával, és azt így húzod, ugye? Igen. Na ezt nem húzod, hanem tolod. Tehát úgy kell tartanod, hogy így van kb. A pisztoly, és tolod előre fele az anyagot. Azért, mert hogyha... És ezek ilyen... a szép pikkelyek akkor keletkeznek meg, amikor lépsz? Vagy ez hát már... ezek a pikkelyek, ezeket lehet csinálni a hagyományos géppel is. Uh-huh. Meg lehet csinálni ilyen ultra szuper modern gépekkel, amik így tudod, ilyen impulzus hegesztéssel dolgoznak. Az, hogy ugye ad néha nagyobb áramot, elvesz áramot, ad áramot, elvesz áramot, ad áramot. Uh-huh. Nem kell engedned a gombot, csinálja magától a gép, ő kiszámolja minden előtolás, amper, minden átmérőt, be tudsz neki állítani, de ez nem menjünk bele, mert ez nagyon bonyolult. Fontos egyáltalán a pikkelyezés, vagy ez már inkább ez csak esztétika. Csak az esztétika. Akkor milyen a szép varrat? A szép varrat milyen? Hát, hogy mondjuk húzol egy sarokvarratot, és akkor nem így mész, hanem szépen, egyenesen látod azt, hogy egyenletesen terült el az anyag, szép a beolvadás, és igazából ennyi. Uh-huh. Tehát az a beolvadás az nagyon fontos, mert tehát most beszéljünk megint tízes anyagról. Tízes anyagot, hogyha 30 amperrel fogsz varni, az nem fog beolvadni. Soha. Tehát, ekkor lesz a hideg kötés? Tehát amikor az anyag felületén van egy tócsa, hát a felületén, és nem fogja össze? Így van, a felületén van maga az a ömledék, és akkor igazából be tudsz mellé dugni egy 20 forintos érmét, mert amúgy akkora hézag van az anyag és a varrat között, hogy semmi. Játszunk olyat, hogy meghúzod az egyik felét, én meg a másik oldalon megpróbálom reprodukálni. Jó, játszunk. Soha nem szabad sietni, mert nem fog beolvadni rendesen az anyag. És hivatalosan ugye elvileg én úgy tudom, hogy 3-ból lehet levarni egy csövet, de lehet hülyeséget beszélek amúgy, de maximum 3 varrat lehet egy darab csövet. Tehát, hogy 3-szor szakíthatod meg a így folyamatot, van, mire így körbeérsz. Így van, és én úgy szoktam csinálni, hogy mindig a kezdetet és a befejezést, azt vissza szoktam csiszolni, legalább egy centit, és be is vágok neki, azért, mert mikor elkezdesz hegeszteni, ugye az anyag az nem fog neked átmelegedni még. Uh-huh.
csak mondjuk egy centi múlva ott már át fog melegedni az anyag, és az ömledék szépen összeolvad ugye az anyaggal, de az elején nincs olyan hő. Mondjuk lehetne, hogyha autogénét megfognánk, így elkezdenénk melegíteni, és utána neki jelne hegeszteni, akkor jó. Uh-huh. Akkor járható. Erre nem is gondoltam volna, de teljesen logikus. Akkor azt mondta, hogy ennek a hegesztésnek az eleje. Az eleje? Ott nem fog semmit. Ott nincs beolvadás. Tehát akkor azt mondod, hogy ez a hegesztés ez nagyjából innen értelmes, amikor már kellőképpen átmelegedett az anyag. Igen, látszik is a hőfolt, hogy innentől kezd nagy lenne. Egy-egy centit vissza kell csiszolni, egy az, hogy ugye alapból ott igazából az semmi, tehát nincs beolvadva. A másik az, hogyha te fogod magadat, és ugye innen elkezded, most, hogy ott a ömledék, tök nagy púp lesz. Uh-huh. És sokkal szebb az, mikor vissza van csiszolva, elkezded, és úgy hegesztesz, mintha igazából nem lenne ott semmi. Tehát, mintha elkezdted volna ott, ahol nincs hegesztés, tudod? És mikor rátakarsz, akkor is szépen rá tudsz takarni, nem az van, hogy az ömledékre takarsz rá, mert akkor megint csak nem lesz ott beolvadás. Uh-huh. Tehát azért kell visszacsiszolni, hogy az elején is legyen faszabb beolvadás, a végén is leszen faszabb beolvadás, és hogy beolvadjon az anyag rendesen, és esztétikailag is sokkal-sokkal szebb. Eszembe nem jutott volna, hogy ennyi szempont van, amikor ezt csinálod. Hát pedig tök logikus. Sok szempont van, mindig sok szempont van. Elég meleg amúgy. Igen. Na lássuk. Jó. Tehát azt mondtad, hogy kézzel... Meg ne húzd már a testelve. Jó. Már nincs. Hogy innen jövök. Úgy, de ott tartod a pisztolyt. Igen, csak az a lényeg. Mennyire természetellenes ilyen izé jó gondolat. Csak csináld még egyszer, irányítom a kezedet, jó? Így vagy. Uh-huh. Mész, és kezded el beforgatni a csuklódat, a jobb oldalit úgy, hogy mindig merőleges legyél az anyaggal. Uh-huh. Most úgy éreztem magam, mint a Ghostba. Hát így szokott csajozni. Golfotok tartanak. Igen, van az a pénz. És mindig ilyen nagyjából egy centi. Ez egy nem ér hozzá a fémhez. Nem szabad, mert letestel. Letestel. Oda ragad minden. Uh-huh. És tényleg lassan kell menni, mert különben pattogni fog, zörögni fog, csattogni fog, minden. Nem automata, úgyhogy ebben a lófaszt nem látok. Igen. Beragad neked egy másik üveget? Van tiszta üveg? Nem, mert... Első körben azért rátestelni. Ja, az nem volna rossz. Igen. Nem egyszerűen sokáig itt lennék. Várjál csak. Próbáltunk volna ezzel sarokvarratot is egyébként. Messze vagy. Közelebb! És lassabban! Uh-huh. Látsz valamit amúgy? Így igen, hogyha megy. Akkor jó. Úgy látom. Átmenjek rajta még egyszer, vagy folytassam? Nyugodtan menjél át rajta. Innen elkezd, és szépen húzod rajta végig. Jó. Meg fogunk halni. Amúgy igen. Nem rossz egyébként. Az nagyon... Én már láttam szarabbat is. Az nagyon sokat segített volna. Hogyha a két fém darab találkozásán elhegeztek, nem pedig az egyikken. Igen, azt úgy kellett volna. De amúgy, nem, volna. Tehát ez egy viszonylag nehéz hegesztés így, hogy ugye nem tudsz rendesen betámasztani, nem kényelmes, ezt szokni kell egyébként, ez nagyon-nagyon sok idő, sok gyakorlás. Meg minden, amíg meg fogsz tudni tanulni, úgy helyezkedni, hogy neked ez így menjen, hogy jaj, jó van, szevasz. Tehát igazából a jóga része a kihívás. Igen, mikor pozícióba kell varnod valamit, az kihívás. Tehát én is szoktam, mikor olyan a pozíció, hogy még nem csináltam, hogy előtte leülök, mondjuk ide mellé szépen nézegetem, hogy kéne ezt megcsinálni, és akkor végig így szépen átmegyek rajta egyszer, nézem, hogy jobb, hogy nem jobb. Hogy fogja kiadni, lehet így is hegeszteni, hogy így húzod, és akkor igazából, ha itt vagy, ugye nem innen kell majd így tolnod, hanem ide illetelmaszkodsz, aztán itt be tudod is forgatni, tudod? Tehát mindig a merőlegesen maradsz, és három hegesztésből, tehát hogy három tolásból meg kell lennie az egésznek. Hát ja. Max. Már látom a kihívást. Max. Már látom a kihívást. Max. Megpróbálok végighaladni ott azon az oldalon. Nézd, ott van 6 értékelhető milliméter. Vagy túl gyorsan haladtam és nem kötöttem? Gyors voltál és nem mentél a pisztoly után a könyököddel, meg a kezeddel. Uh-huh.
De hogy valami ilyesmit kéne elérni. Hát igen, csak gyors volt. Aha, látom a különbséget, tempó. Látom a... pillanat, leveszem a testet, és akkor meg... Tehát, hogyha jól értem, akkor ami nálad ilyen szép kövér varrat, az azért van, mert lassan haladtál. Hát ez rutin kérdése egyébként, mert ezt meg kell szokni, én is úgy, tehát nem az volt, hogy oda mentem, és már tudtam hegeszteni, szóval, hogy ez sok méter hegesztés utáni. De hogy nekem is akkor lenne olyan szép kövér a varrat, hogyha lassabban haladnék, egyszerűen, mert több anyag tud befolyni. Igen. Meg ilyen, hogy jobban is beolvad, jobban szépen, szebben elterül. A hegesztők sminkje az a flex? Hogyha nem sikerült túl szépen a varrat, akkor... A flex az sok dologra jó. Ápolsát akar, meg a sziloplaszt, git, nevezzük bárhogy, kicsit megszáradt alapozó festék, hasonlók, tehát hogy az sokat segít. Vannak ilyen tippek, trükkök. Ezt meg kéne tanulni, basszus, ez nagyon tetszik. Mármint a kézzelfoghatóság az egésznek. Hát figyelj, ez igazából gyakorlás kérdése, tehát hogyha veszél, mondj, ez egy belépő kategóriás gép. Uh-huh. És de néha van a Lidli polcain? Az szar. Azzal nem érdemes elkezdeni sem? Hát figyelj, ami a Lidli polcaim van legtöbbször, az ilyen, hogy is nevezik ezt a porbeles, tudod? Uh-huh. Az botrány. Egyszer néztem egy műsort, ahol azt mutatták, hogy 2,5 centi, azt mondták egy hüvelyk, uh-huh. Angol műsor volt, tehát akkor felteszem 2,5 centi hegesztés egy ilyen kettes anyagon, az 1 tonnát már így húzó erőbe megbír, és erek felemeltek vele egy kisebb autót. Hát figyelj, ez attól függ, hogy milyen árammal hegesztesz, mit hegesztesz. Ez... Ugye van a lézerhegesztés, tudod? Uh-huh. Dolgoztál már olyan? Egyszer kipróbáltam, azt hiszem. Vagy csak hozták oda a céget és néztem? Nem, kipróbáltam, azt hiszem. Az nagyon furfangos egyébként, mert ott igazából nagyon-nagyon vékony maga a hegesztés, tudod? Viszont ott nem szétterül az anyag, hanem nagyon-nagyon mélyre olvad be uh-huh. az anyagba. És mikor van az, tehát hogy egy ilyen hegesztőgéppel egy ilyen csövet még át tudsz égetni, hogyha bénázol? Át. Tehát átolvad. Át. Ki tudod lukasztani. Aha. Ha van egy kis hézagod mondjuk, a hézag a hegesztő legjobb barátja egyébként, ezt szokták mondani. Ha van egy kis hézagod, akkor, és mondjuk fölraknánk ezt 160 amperra, akkor simán átdurrantanám vele a csövet. Tehát uh-huh. ez ilyen 2-3 mm-es hézagról beszélgetünk most. Egyre többre tartok egy komplet ketrecetet. Elképzelni nem tudom, hogy mi szopás lehet. Szopás. Mire szopás. Egy versenyautóban egy komplet ketrec bent van az összes gyűrődő, ütéselnyelő, mindenre. És ehhez azt nem tudod az asztalon csinálni, azt akkor gondolom, hogy fekszel a kaszniban. Hát fekszel a kaszniban, meg ugye én úgy tudom, hogy úgy szokták megcsinálni, hogy megcsinálják a B-oszloptól előre, azt hiszem, és a tetejét úgy várják meg, hogy leengedik a földre a csövet. Uh-huh. Tehát, hogy előre tolják, vagy nem tudom, valahogy így működik, hogy hozzáférnek a tetejéhez, hogy ne kelljen levágni ugye a tetőt. És akkor valahogy így csinálják meg, de amúgy vannak ilyen bukócső tervező programok. Uh-huh. Én is azzal terveztem meg a főkapomat, betepled, ott csőhalítónak a paramétereit, és akkor ő helyettet számol, megadod a csőhalítónak, hajtani kell egy próbadarabot, egy 90 fokot, megadod az egyik végétől a távolságot, a másik végétől a távolságot, megadod, hogy maga a pofa mekkora rádiuszos, milyen átmérőjű, és akkor ő fog számolni magától, hogy honnan van az indulási pont, ugye nekem húzópofás csőhajlítón van, nem az, ami a központot nyomja, hanem van egy kezdeti pont, onnan kezdett húzni, megadja, hogy hány fokba kell azt hajtanod, és azt is megadja, hogy hány részletbe fogja ezt hajtani az adott illető, és ugye az elejétől én mérőszalaggal szoktam elmérni, mondjuk 100 mm-nél kell kezdeni, 20 fokba. Aztán 500 mm-nél kell kezdeni a következő hajtást, 60 fokba teszem azt, és akkor így szépen végigmész, és ilyen precíz pontos lesz a cső. Most ennek fényében ez különösen átértékelődik, mert nem hiába, mindig rádöbbenek, hogy nem hiába hívják úgy ezeket a dolgokat, hogy szakma. Hát ez szakmaja, tehát hogy valamennyit azért konyítani kell hozzá, tehát nem úgy van, hogy persze. Csak szólsz a Janibának a utcára, aztán akkor összeraktok egy ilyet, mert vannak olyan amatőr csöves ralliautók, ami így van a cső, patentív, és akkor így vannak összerakva, na most
nem az a helyzet, az a helyzet, hogyha te most beraksz egy ilyen patentéből fabrikált főkapot, ott meghegeszted, rázsír a kocsi, a hegesztés úgy eltörik, mint az ágyú. Tomi, nagyon szépen köszönöm. Én is. További sok sikert.